Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Kreatív készségfejlesztőket mutatunk be Önöknek. Segítünk Molnárné Gyűri Barbara, aki elkészítette ezeket a csodákat. Szép napot kívánok! Szép napot! Pedagógusként, anyaként és nagyszülőként is ismeri a gyerekeket, tehát abszolút rálátása van, hogy mire van szüksége tényleg egy gyereknek ahhoz, hogy fejlődjön a kreativitása, a lelke. Milyen eszközöket, tárgyakat, játékokat hozott most ide a stúdióba, és mik a fő funkciók? Hát nagyon sokfélét. Egészen pici kortól kezdeném, amikor még csak a labdák, vagy még esetleg a baba az, amit csak megfogdosni, és esetleg eldobálni, vagy visszahozni. De ez sem egy egyszerű labda, mert itt is azért a fogások. Itt is az, hogy a fogások minél könnyebbek legyenek, hogy ő meg tudja azt markolni. Ennek létezik egy csörgős változata is, ahol már hangot is ad. Vagy például a bárány, ami szintén ugye hangot is ad. Itt már lényeges az, hogy le tudja szedegetni róla a különböző kis formákat. Igen, itt van például egy napocska, amit tényleg a tépőzás segítségével el tud távolítani a gyerkőc, ugyanakkor meg is tudja találni akkor a megfelelő helyét, hogy hol is van. Igen, azon például ilyen gumis szalagokon vannak rajta a gyöngyök, például a napocskán is azt is meg tudja húzogatni, aha, meg tudja nézegetni. Minden rögzítve van többszörösen, tehát nem tudja leharapni, lenyelni, elhagyni róla. A felhőcskét is összerakom, hogy azért vissza. Ha kicsit megnyomkodod, kerüljön, akkor az például az is recseg, csörög, aha, tehát hangot ad a babának. Aztán később már, amikor egy kicsit idősebbek, ugye, akkor főleg kedvenc a kislányoknál a sütemények, tehát a szerepjátszásba. Ezeket, hát süteményt esznek, készítenek. Ezeket nagyon szeretik készíteni, tálalni vele. És mit tud mondjuk ez a torta? Viszik. Mert gyönyörű szép, hogy például van egy ilyen kis állvány, egy torta állványunk. Gondolom a torta, eltávolítható róla. Mit tud még azon kívül, hogy nagyon dekoratív ez a játék? Igazából ezzel csak a babakonyhában tud tüsténkedni, tehát ezeknek idézőjelben fejlesztő hatása annyi, hogy ugye szerepjátékot játszik, uh-huh, otthon láttam anyától, hogy süti a tortát, és akkor ő is elkészíti, vagy vannak ugye a sütemények, vagy a reggelizőkészlet, ezeket kis tálcán hozzá viszi, szuper, az én unokám is rendszeresen főz nekem bele. Ezeknek velük az alapanyagai amúgy mik? Például ilyen... Például annak a tortának, annak hungerocell alapja van, amire rá van a filc dolgozva. A sütemények azok szivacs belsővel rendelkeznek, tehát azok moshatóak. Tehát igazából majdhogy nem mindenki, akinek kicsit ügyesebb a keze, meg tudja ezeket otthon varni, alkotni, mert itt tényleg már csak szabadjára kell engedni. A szülőknek is a kreativitását, igen, fantáziáját. Igen, hát van egy, igen, csodakönyv, ami és nekem hát igen, nagy kedvencem lesz. És igen, a későbbi korosztály az a könyv például. Ez egy olyan 3 éves kortól. Még a ballon utazásból is meg lehet tanulni, hogy a kisfiú kivehető, de hát mit rejt ez a könyv, és ez hány éveseknek ajánlott ez már? Ez egy olyan 3 éves kortól szoktam ajánlani. Igazából bár az én 2 éves unokám imádja szedegetni belőle a dolgokat, de még nem használja teljesen rendeltetésszerűen, de ismerkedik vele, de 3 éves kortól már a gyerekeknek a finom motorikai készsége, a kézügyessége. És akár meg is tanulhatnak cipőt kötni, igen, cipőfűzőt kötni. A Katica mit tud? Mert látom, hogy van rajta egy cipzár. A Katica megtanulhatja a cipzárnak a használatát, uh-huh, azon kívül levehetők a pöttyei, amit meg kell keresnie, hogy hova kell visszarakni. Azzal már például egy 4 éves gyerek számolhat, hogy hány, uh-huh, pöttyös Katica, és hogyha sikerül kicipzározni, akkor kibújik alól a 2 kis pici Katica. Meg is nézzük, akkor segít nekem? Óvatosan, igen, és előbújik. Itt előbújik belőle 2 kicsi katicácska. De aranyos ez is. És tényleg hogy tanul közben a gyermek számolni, kézügyessége is fejlődik. Hú, ez már egy kicsit komolyabb, összetettebb résznek tűnik nekem, így első ránézése, de lehet azért, mert sok információt kaphat a gyermek, meg közel én is. Igen. Mert itt van levehető felhő. Igen.
egy következő oldalon van egy levehető napocska, ezek cserélhetőek. A felhőcskét, ha én leveszem és megmutatom, akkor megoldható, hogy essen az eső ebbe a kertbe. Hát ez nagyon-nagyon szuper. És akkor már meg is beszélhetjük, ugye, hogy mi kell a növényeknek. A napfény meg az eső, számolgathatjuk, hogy hány alma, körte és egyéb zöldség található meg a kertbe. Talál mellé egy kis kosarat a gyerek, amiben bepakolgathatja. A kerítést is le lehet gombolni, és ebben a kertben nő egy óriás répa. És ezt a másik látom. Oldalon lévő házikóban lakik nagypapa, nagymama, unokával, kiscicával, kiskutyával és egérkével, akik nagyon igyekeznek ezt a répát kihúzni, tehát itt akkor már elmehet anyuka a meseolvasás vagy mesemondás felé, és akkor a répamesét, azok egyébként új bábok, tehát rá tudja a gyerek is, vagy az anyukája is az ujjára húzni. Segítek kinyitni. Hát egérke nagyon cuki, a macska akkor kerüljön mellé. De kitalálhat, macska mellé a kutya mondjuk. Igen, de kitalálhat saját történeteket is, tehát nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy én most éppen a répamesét próbáltam megjeleníteni benne. Nagyon szuper. Hány éves korig lehet amúgy ezeket a készségfejlesztő játékokat használni? Mert mondjuk ez, gondolom egy ilyen óvodás, kisiskolás az, aki ténylegesen leköt. Igen. Na most... Általában megrendelésre szoktam dolgozni, amit jobban is szeretek, mivel akkor tudok egyeztetni anyukával, hogy mi kislány, kisfiú, mi érdekli a gyereket. Éppen most egy 6 éves kislánynak babaházat készítek ugyanezzel a felállással, abban egy öltöztethető baba van, és minden lapon a lakásnak egy része, ahol például az már leköt egy 6-7 éves gyereket is leköt még, hogy öltözteti, megfürdeti, mert felkelt, leül az asztalhoz, megeteti, mert nyithat a hűtő, kiviszi a játszótérre, kimennek a kertbe, és kertésznadrágot ad rá, és meglocsolgatja a virágokat. Tehát az már... Kiesett egy kellék. Ez igen, nem is tudom, az a horgászbot, mert hogy mágneses kis halacskák vannak a tengerbe, amiket ki lehet vele horgászni, és esetleg berakni az akváriumba otthonra. Aha. És meg is van egy halacska. Megpróbálok még egyet innen az asztalról levadászni. Hát tényleg nagyon kreatívak, ötletesek ezek a dolgok. Látok itt például egy nagyobb kockát is, ez is hasonló elven hasonló működik? Hasonló elveken működik, igen. Ezen is mindenféle csilli-villi dolog, igen, gondolom, igen, hogy a gyerek tudjon kapaszkodni, érzékelni, minél több anyagot megismerni. Ezen vannak számolók, minden egyes ilyen kis szalagon más-más számú golyó van, 1-től 10-ig, ott már tud a számfogalommal, számlálással megismerkedni. Hihetetlen dolgok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy behozta ezt a sok-sok-sok mindent ide a Vékeny című magazin műsorunkba, és hogyha jól tudom, akkor most egy bejátszás következik, egy összefoglaló méghozzá arról, hogy milyen csoda növények láthatóak augusztusban a Nyíregyházi Botanikus Kertben. Természetesen egy botanikus kertet minden évszakban érdemes megnézni. Aki szereti a növényeket és a természetet, az mindig talál valami szépet. Nyilván a tavaszi nagy virágzás az most lecsengett, és most különlegességek virágoznak. Egyrészt a különlegességek, másrészt pedig az egynyári növények díszítik a kertet. Szerencsére sikerült egynyári növényeket ültetnünk, beszereznünk idén a kertbe, úgyhogy van nagyon sok ágyásunk különböző kompozíciókban, ahol pirítanak ezek a növények. Emellett ugye a mediterrán növényeknek a virágzásának a korszaka következett el, a leander virágzik, a selyemakác, ami most már ugye nagyon sok kertben megtalálható, de érnek is ezek a mediterrán növények, például nagyon sok citromunk van, nagyon sok fügénk van, és hát nagyon sok gránátalmánk is van a botanikus kertben. Adott a kérdés, hogy hogyan élhetnek ennyire jól Nyíregyházán ezek a növények? Nyilván nagyon sokat segít a felmelegedés ezeknek a növényeknek. Látjuk, hogy egyre éjszakabbra tolódik a mediterránum, illetve a meleg égövnek a határa.
Pécsen most már egyértelműen, hogy mediterrán növények szabadban, ültetven is, városokban, a parkokban is megtalálhatóak a gránátalmák, de ahogy melegszik az éghajlat és a nyaraink melegednek, amire most már nem lehet kérdéseket föl, tehát nem kérdés, hogy globális felmelegedés van, így ez tolódik éjszakra, így hogy Nyíregyházán is egyre könnyebben, egyre kényelmesebben lehet ezeket a növényeket tartani. A klímaváltozás hogyan befolyásolhatja a természetet, hogyha nagy általánosságokról kellene szót ejteni? Mi az, amire érdemes figyelni, mi az, amit esetleg én is laikusként láthatok? Egyáltalán a természet veszélyben van? A kutatásokra tudok csak hivatkozni. Magyarországon csináltak egy felmérési programot, hogyha így ezzel a tendenciával fog változni a meteorológiai viszonyok, vagy az éghajlati viszonyok, az az élővilágban milyen változást fog okozni. Ugye egyrészt a szárazságtűrő növények fognak inkább megmaradni. A tavalyi év erre nagyon jó példa volt, ugyanis nagyon-nagyon sok növény pusztult ki tavaly. Itt nálunk a botanikus kertben is, ha bár öntözés van, nagyon kevés növény bírta ki azt a tavalyi 4 hetes nagyon meleg 35 fok körüli hőmérsékletet. A másik pedig az, hogy a biodiverzitás azáltal csökkenni fog, tehát jóval kevesebb növő fajta faj fog élni az országba, tehát a változatosság fogja megsínyleni az éghajlati változásokat. Viszont jó hír, hogy különleges növényekkel így már akár Nyíregyházán is találkozhatunk, a botanikus kert ékessége, és ezek szerint akkor Pécs ékessége is a gránátalma. Egy pár szót hagy halljunk erről a növényről. Ugye a gránátalma ez egy nagyon klassz kedvenc növény sok mindenkinek, mert egyrészt van egy kulturális spirituális jelentősége is. Ugye annó már az ókori kultúrák is szerették és tisztelték, a szerelem növénye volt, a termékenységé, aztán a keresztény kultúrában a szereteté, az önzetlen szeretet növényévé vált. Nagyon szép bogyó termése van, ugye amit bizonyos szerencsés országokban, ahol mennyiség is nő ebből a növényből, ott fogyasztják, ugyanis ezek az antociánok, amik benne vannak, ezek antioxidáns hatások, tehát nagyon-nagyon egészséges növényről beszélünk. És hát amellett gyönyörű virága van, tehát nagyon szép pirosas rózsaszín. Most, hogy nemesítik már dísznövényként, végtelen variáció a rendelkezésre a virág színét és teltségét is tekintve. Ha a botanikus kert augusztusi gyönyörű pillanatairól szólunk, akkor érdemes megemlíteni mondjuk a benti növényeket. Ha jól tudom, akkor ott is virágozni fog egy csodaszép növény. Mi is a trópusi tündérrózsa, ugye akik sokat járnak hozzánk, azok már készülnek ilyenkor nyáron, hogy megnézzék, gyakorlatilag már 2 bimbó van rajta, tehát valószínűleg ez a jövő héten már virágozni fognak ezek a bimbók, de hát nyilván ezt előre megjósolni nem tudjuk. Gyönyörű, szép, óriási nagy fehér virágai vannak első éjszaka, és második éjszaka pedig rózsaszínné vált a virág, majd hozza a termést, illetve a magokat. Úgyhogy aki szeretné látni, az esetleg jövő héten látogasson el, inkább a délutáni órákban, mert az a kellemes ananász illat, amit virágbontás előtt érezni lehet, már az is gyönyörű, de akkor már lehet következtetni, hogy valószínűleg aznap már ki fog nyílni a virág. Akkor, amikor ez a növény a termését hozza, akkor az amazonason az asszonyok, mivel óriási levelei vannak ennek a növénynek, ráültetik a gyerekeket, és akkor kényelmesen tudják a magokat összeszedni, amiből ők egyébként lisztet, illetve kenyeret készítenek. Ezek a levelek általában 1,5-2 méteresre nőnek meg, nyilván az Amazonason. Nálunk itt a botanikus kertbe olyan 1-1,5 méter szélesre nő meg, átmérőjűre nő meg a levele az amazonasi tündérrózsának. Egy gyönyörű szép kert van mögöttünk. A japán kert van mögöttetek, ez a számomra is talán az egyik kedvenc része a botanikus kertbe, és ilyenkor nyáron meg kifejezetten, ugyanis itt virágzik az indiai szent lótusz, ami szintén egy nagyon, nagyon spirituális növény. Ugye a buddhizmusnak az egyik szent növénye, meg a hinduizmusnak, ők minden istenüket és minden szent emberüket lótuszon ábrázolják, lótuszlevélen vagy lótuszvirágon. Nagyon-nagyon szeretik, és átitatja az egész növény szimbóluma a keleti kultúrát. Szerencsések, mert gyakorlatilag náluk sok van, ugyanis ez nem annyira hidegtűrő növény. Nálunk is éppen, hogy sikerült megtartani, hál' Istennek most már gyönyörű szép.
ők fogyasztják is, mivel mennyiség áll rendelkezésre, mind a rizómáját, mind a levéleit, mind a virágját fogyasztják, és aki ismeri a szárazvirág kötészetet, akkor ismeri a termését is ennek a növénynek. Az öntöző kannának a tetejére hasonlít a termés, amit sokszor ilyen virágcsokrokba vagy szárazcsokrokba szoktak kötni. Szkíta fegyverek, a hónap műtárgyai a Nyíregyházi József András Múzeumban, ezeket mutatjuk be most önöknek itt a víkendben. Kik voltak azok a szkíták, és egyáltalán hogyan kerülhettek az alföldi részekhez? Ez egy érdekes népcsoport volt. Ők a késő bronzkort követő időszakban kerültek ide az Alföldre. Tehát ez a késő bronzkor követő időszak, ez a Krisztus előtti 8. században volt. A szkítákat megelőzően egy úgynevezett a régészeti kutatás preszkíta népességnek nevezi ezeket az ide betelepülő népcsoportokat, és onnan tudjuk, hogy ez egy új etnikum a késő bronzkori népekhez képest, hogy újabb tártípusok jelennek meg, olyan bronzból készült lószerszámok, amelyek eddig az Alföldön itt a késő bronzkorban nem voltak jellemzőek, illetve az addig a késő bronzkori hamvasztásos temetkezési rítust fölváltja a csontvázas temetkezést, tehát zsugorított és nyújtott vázas formában, és akkor innen tudjuk, hogy egy új etnikum jelenik meg ekkor. Milyen különleges eszközöket használtak, vagy hogyan éltek ők itt? Hát elég sok mindent tudunk róluk, nem csak a tárgyi hagyatékukról, ugye a régészeti kutatás általában a tárgyi emlékekkel foglalkozik, viszont ez az az időszak, amikor már vannak írásos források is, ugye a bizánci források is megemlékeznek róluk, ezek egyébként Hérodotoszra mennek vissza, ugye aki a Krisztus előtti 5. században élt, és akkor őtől elég sok mindent tudunk, tehát a gazdálkodásukról is, vagy illetve hát ami nekünk itt konkrét, ugye ezek a tárgyi emlékek, ugye a temetkezések, illetve a település ásatásoknak a leletei. Hát amit fontos lenne elmondani, hogy a vaskor, ugye ez velük ezekkel a preszkítákkal és szkítákkal kezdődik el, tehát ez a tulajdonképpeni korai és középső vaskort jelli, majd őket követi a késő időszakban a latin kultúra, amit keltaként ismer a kutatás, illetve hát az érdeklődő, a történelem és a régészet iránt érdeklődő népesség is. És akkor, ami még fontos, ugye, hogy a vastárgyak, azok velük jelennek meg, valószínűleg itt az Alföldhöz kapcsolódó északi hegyes vidékeken szerezhették be a gyepfasércet, és akkor valószínűleg a felvidéki műhelyek láthatták el vastárgyakkal az itteni szkíta népcsoportot. Itt, ami a kiállításban is látható, ugye a fegyverek is vasból készültek, például amit látható, ezek a levél alakú lándzsahegyek, köpös lándzsahegyek, vagy a fokosok, illetve hát voltak az úgynevezett, akinek, görögül akinek észnek nevezték, ezek a szkíta rövidkardok voltak, illetve a bronzból pedig a nyílhegyeiket készítették, ezek ilyen érdekes, itt a hátam mögött is látható vitrínben három szárnyú, három élő jellegzetes szkíta nyílhegyek voltak. És hát amit még tudunk, hogy valószínűleg a lótartásnak nagy szerepe lehetett, ugyanis a szkítákkal jelenik meg, ez egy steppei szokás, hogy a lónak az eltemetése, az addig itt nincs jelen az Alföldön, ez velük tűnik majd fel itt a Kárpát-medencében, és hát érdekes, ennek például van egy Szentesvel kerzumon egy ilyen elég ismert a 13. sírban, ahol két ló is van eltemetve, és a kocsinak, a szkita kocsinak a kerék vasalásait, illetve a kerék agyának a vasalását is megtalálták annak idén régészek. A szkíták ekte harcos lovas népek voltak? Nem, azt tudjuk, hogy a mezőgazdaságnak is, ugye, hogy bejöttek a Kárpát-medencébe, ennek is nagy jelentőség volt, tehát ez egy letelepült életmódot kívánt meg, és erre utalnak azok a dolgok is, ugye, amiket településásatásokon találunk, hogy a házak félig földben mélyített házak, tehát ezek arra utalnak, hogy nem csak egy ilyen pásztorkodó, vándorló életforma volt jelen, hanem ez egy letelepült, egy hosszabb ideig egy helyben lakást követelt meg, és ugye hát Hérodotosztól szintén tudjuk, hogy a lótenyésztésnek is nagy szerepe lehetett a gazdálkodásban, illetve hát egy időben Athénnak a piacaira is nagy számban vittek például búzát. A hónap műtárgya most szkíta leletek. Mik ezek és hol találtátok? Hát ezek Tiszadobon kerültek elő, ezek
igazából régebben kerültek be, sajnos az előkerülési körülményekről nem tudunk semmit, mert a leltárkönyvi tanúság szerint csak annyi van, hogy szkíta leletek, ez ugye látszik is a régész számmal elég egyértelmű, de nem tudunk az előkerülésükről igazából semmit, ez két lándzsahegy és egy jellegzetes szkíta harci fokos, ezek szintén vasból készült fegyverek. Viszont valószínűleg ez egy elpusztult szkíta, vagy elpusztított pontosabban szkíta temetőből származhat, ugyanis több fegyver került, ez valószínűleg ez sírokhoz kötődött is. Azt már sajnos nem tudjuk, hogy milyen úton, módon pusztulhatott el, vagy hogy pusztították el. Hát lehet, hogy mezőgazdasági művelés alapján. Pontosan azt sem tudjuk, hogy mikor került be, beletározva az 1960-as években. Swing operett, minden lesz a Tokaj Fesztivál Katlanban a következő hetekben. Erről is beszélgetek a létesítmény vezetővel, Fintor Gáborral. Szervusz! Szervusz! Örülök, hogy újra itt lettek a Kölcsei Televízióban. Hihetetlen kavalkád lesz nálatok, tényleg már 12-én elindul a következő áradat. Mi az, amivel 12-én indultok? Így van, tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy elindul a második felvonás, színháziasan szólva. Augusztus 12-én a magyar Szfink hercege, a magyar Michael Bublénak becézett énekes Gájer Bálint érkezik a Fesztivál Katlan teátrumába, és a könnyebb zenei műfajt kedvelőket viszi majd táncba, mondhatjuk így is, hogy aztán másnap jöjjön az Operett Színház előadása augusztus 13-án, amikor is a magyar operett irodalom legsikeresebb művét, a Mágnás Miskát láthatja a nagy érdemű. Hatalmas az érdeklődés erre az eseményünkre is, és hát tulajdonképpen még egy apropó köthető ez az eseményhez, a színésznő Lehocki Zsuzsa 80. születésnapját ünnepli. Bízom benne, hogy nem nézi a televíziót most, mert meg szeretnék majd lepni az előadást. Szabad tudni, hogy mivel? Vagy egy ilyen kedvességgel, csokorral, tortával? Mindenféleképpen nyilvánosan a közönség előtt szeretnénk őt meglepni. Egyébként, hogy ez is mutatja, hogy mennyire fontosak nekünk a nézők, hiszen több nézői levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a művésznőt köszöntsük fel. Uh-huh. Ez terveink között szerepel, de megerősítésként nagyon jól jött, úgyhogy ezúton is köszönjük a közönségnek. Mi lesz még ezután, hiszen lesznek még húzó nevek, például az abszolút egyik kedvencem, Havasi úr is ellátogat Tokajba. Ezzel nagyon sokan vannak így, hogy az egyik kedvenc, de még előtte, augusztus 26-án egy humorest következik. Egyébként a múltkori humorestünk is fantasztikusan sikerült, Dombóvár István előadása, és most pedig lesz a Lárpullár humorest. Az elmúlt 30 év legjobb dalaiból, zenéiből lesz egy válogatás. Óriási az érdeklődés erre az eseményünkre is, hogy más nem mondjak, a jegyek 60-70%-a már elkelt, úgyhogy érdemes belehúzni, és ez valóban nem reklámszöveg, mint ahogyan a te is említetted, Havasi Balázs. Hát ugye, ha van dátum, amit érdemes megjegyezni, akkor az augusztus 27-e. Augusztus 27-én érkezik ugyanis a magyar zongoraművész, a legnépszerűbb zongoraművész Havasi Balázs a Fesztivál Katlanba. Idén rajtunk kívül még Bécsben fog fellépni novemberben, illetve majd decemberben a szokásos arénában. De hát úgyhogy ez önmagában is szenzációs, hogy Kelet-Magyarországon vendégül tudjuk látni, és a Fesztivál Katlanban fog fellépni, és tényleg nagyon sokan kíváncsiak rá, 5 telefonálóból legalább 2-3 havas jegyet vált. Milyen koncerttel készült Tokajba? Lehet-e tudni már, hogy esetleg melyik az az irányvonal, amit most képviselni fog? Teljesen új műsorral készül, ez egy vadonatúj műsor lesz, tehát ebben az értelemben is igen impozáns lehet a nézőknek. Úgyhogy nagyon várjuk tényleg. Hát a nagy slágereket gondolom ő sem fogja kihagyni. Mennyire lesz leállás majd ezek után? Várható még esetleg színes program a Katlanba, vagy ősszel egy kicsit beljebb zárkóztok ti is? Mi a terv? Hát szeptember 3-án érkezik még a magyar popzene élő legendája, Koncz Zsuzsa. Ő még egy fantasztikus koncertet fog adni a Fesztivál Katlanban.
tulajdonképpen számára ez lesz az utolsó szabadtéri előadás, tehát ezért is érdemes majd ellátogatni Tokajba, és majd márciusban fog búcsúzni a közönségtől az arénában, az utolsó szabadtéri előadása az nálunk lesz, úgyhogy ennek külön örülünk, és külön köszönjük neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, a felkérésünket, úgyhogy várjuk őt is nagyon. És hát ezekkel a programokkal, mint látható, reméljük és bízunk abban, hogy hozzásegíthetjük Tokajt egy álomhoz, egy nagyon komoly álomhoz, hiszen Tokaj megpályázza, hogy ő legyen 2023-ban Európa kulturális fővárosa, és én azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy a Fesztiválkatlan ehhez hozzátehet, hozzájárulhat kulturális programok tekintetében, a minőség tekintetében, a gasztronómia tekintetében, tehát fontos számunkra, hogy Tokajt ilyen mértékben is támogassuk. És egyébként pedig még lesz októberben is egy rendezvényünk, méghozzá Csernus Imre, dr. Csernus Imre látogat el hozzánk, Magyarország egyik legnépszerűbb pszichiátere, megkérdőjelezhetetlen stílusa, módszerei vannak, a párkapcsolatról fog majd egyébként előadást tartani, és a sport szerelmeseit is vár egy nagy dobás, egy nagy esemény, hiszen a világ egyik legnagyobb akadályfutó versenyét, a Spartan Race nevezetű versenyt október 22-én nálunk Tokajban, a Fesztiválkatlanban és annak területén fogjuk megrendezni. Több ezren regisztráltak már egyébként az eseményre, úgyhogy ez is egy igen komoly rendezvénynek ígérkezik, és hát tulajdonképpen ezzel zárjuk majd a szezont. A fővárosi címet így biztos szerintem, hogy elnyerheti Tokaj, úgyhogy hajrá nektek, bőséges programot szerveztek tényleg a közeljövőben is, lesz itt minden tényleg különböző könnyű zenei, komoly zenei programok, sportrendezvény, úgyhogy a Katlan, vicc, humor, tényleg minden van, ott a Katlan, és ott van Tokaj az élmezőnyben. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig ezzel búcsúzunk, ne feledjék, hogy 12-én Gájer Bárint fog koncertet adni Tokajban, úgyhogy ha tehetik, mindenképpen látogassanak el erre a kiváló swing koncertre. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!